Üdvözlöm! Ön a Sziasztok legújabb adását látja itt a Kecskeméti Televízióban. Az aktív pillanatok, az aktív napok és az aktív hetek nem maradhatnak ki senki életéből, így a nyugdíjasok életéből sem. Hogy hogyan vállalhatunk munkát mindamellett, hogy azért a megfelelő mennyiségű pihenés is megmarad az életünkbe, ezt mutatjuk majd be mai első anyagunkba. Ezt követően pedig ellátogatunk 4 nyugdíjas klubhoz is, és megnézzük, hogy az ő életükben mik a legfontosabb pillanatok. Tartson velem, megmutatjuk ezúttal, hogyha szeretne dolgozni és hatékonyan szeretne munkát keresni nyugdíjas korára, akkor hogyan tegye azt? A Kecskemét az egyetlen város Magyarországon, ahol átfogó módon gondolkodnak, és ezt az idősödő társadalomban való felkészülési programot elindították. Sárközi Erika, a Cédrusnet Kecskemét vezetője, úttörő vállalkozásnak nevezte mint a programjukat, amely az önkormányzat támogatásával valósulhat meg. Ennek a programnak az egyik legfontosabb eleme a Senior Tudásbank, amely arra hivatott, hogy megalapozza az idősödő szakemberek foglalkoztatási piacát. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Cédrusnet irodájában. Engert Jakapné képviselő, az Esélyteremtési Bizottság elnöke hangsúlyozta, milyen fontos a város számára a szenior munkaerő tartalék. 2017-es felmérésükből kiderült, hogy a város lakosságának 36%-a 50 év feletti. 2030-ra pedig már minden második kecskeméti lakos 50-en túli lesz. Ugyanakkor óriási a munkaerőhiány, ezért a városnak kiemelt feladata ennek a tartalék erőforrásnak a kiaknázása. Ezt a célt szolgálja a Senior Tudásbank, amely az 50-es korosztályt is megszólítja. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudatosan fel tudjunk készülni, tudatosan fel tudjanak készülni arra, hogy amikor elmennek nyugdíjba, befejezik az életpályájuknak azt a szakaszát, amit hosszú évek, évtizedek során végeztek, hogy azután hogyan tovább. Sokan vannak, akik nem csak pihenésre vágynak nyugdíjba vonulásuk után. Szerencsére ma már számtalan lehetőség áll nyitva előttük arra, hogy értékteremtő munkával töltsék nyugdíjas éveiket. Ez nem csak önbecsülésüknek tesz jót, de testi-lelki egészségükre is jótékony hatással van. A Senior Tudásban az 50 év feletti szakemberek tudását sokoldalú élettapasztalatait gyűjti össze és kamatoztatja, így egyfajta hídként szolgál az idősödő korosztály és a munkaadók között. Tudjuk, hogy munkaerőhiány van. Gondolhatunk az idősödők tudására, munkatapasztalatára, úgy, mint egy tartalék humán erőforrásra. De azt kell tudnunk ehhez, hogy hogyan, ez a lényeg, hogyan tudjuk használni ezt a tartalék erőforrást. A nyugdíjasok nagy része ugyanis nem akar és nem is tud főállásban 8 órás munkát vállalni. Ez pedig nem csak szemléletváltást, hanem a munkahelyek átalakítását is igényli a cégektől. Olyan feladatokat kell kialakítaniuk, amelyeket részidőben tudnak ellátni a nyugdíjasok, úgy, hogy közben segítsék a főállású szakemberek produktivitását, hatékonyságát. Lakó Tóth Edit, a Senior Tudásbank projektvezetője, az adatfelvétel első tapasztalatairól számolt be a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy egy átfogó kérdőívet dolgoztak ki az 50 év felettiek adatainak összegyűjtésére. Kérdezőbiztosokat készítettek fel erre a feladatra, de meg kellett teremteniük az adatbank informatikai hátterét is. A kérdőív egy nagyon átfogó feltérképezése azoknak az 50 év feletti kecskeméti lakosoknak, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy a tudásukat, tapasztalatukat a Senior Tudásbankba helyezik el. Rákérdeztünk a munkavállalói oldal feltérképezésre, eddigi tapasztalataikra, tulajdonságaikra. Az 50 év felettiek nagyon szívesen töltötték ki a kérdőíveket. Sokan most döbbentek rá, milyen sok mindennel foglalkoztak eddigi életük során. Az adatok begyűjtése mellett azonban legalább ilyen fontos a munkáltatói oldal feltérképezése érzékenyítése. A megyei iparkamarával együttműködve eddig 118 céget kerestek meg, amelyeknek 56%-a foglalkoztat nyugdíjas munkavállalót. A sajtótájékoztatón részt vett Kis Katalin, aki az elsők között gazdagította a Senior Tudásbankot. 2 hónapja vonult nyugdíjba a közigazgatási szférából.
Én mindenképpen tartalmasan szeretném eltölteni az elkövetkezendő éveket, amennyiben az egészségem engedi, remélhetőleg ez így lesz. Én szeretnék dolgozni ebben a programban, szeretném azt a tudást, azt a nagyon sok tapasztalatot felhasználni, amit a közel 44 éves munkatapasztalatom alapján megszereztem. A Senior Tudásbankba már százas nagyságrendben jelentkeztek 50-en túliak, akiket mind személyesen is megismernek a CEDRUSNET munkatársai. Így ezentúl nem csak a cégek, de a lakosság számára is nyitva áll a Tudásbank, ahová továbbra is várják a jelentkezőket személyesen, illetve a CEDRUSNET közösségi oldalán is. A munka megvolt, azt gondolom, hogy jöhet a kikapcsolódás. Hogy hogyan lehet igazán jól közösségben eltöltött perceket szerezni, a következő anyagunkban ezt mutatjuk meg most önnek. Bemutatkozó napot tartottak ismét az idős gondozó szolgálat Kápolna utcai telephelyén Kecskeméten. A klubhelyiség megtelt nyugdíjasokkal, akik élvezettel hallgatták társaik, verses, énekes vagy éppen táncos előadásait. A cél nem csak egymás szórakoztatása volt. Akik itt részt vesznek a mai programokon, valamelyik klubunknak a tagjai, és ők mutatják be, hogy mivel szoktak itt a mindennapokban foglalkozni, illetve a városból az érdeklődők, akik szeretnének betekinteni a klub életbe, ők jelentek meg itt kíváncsiságból, illetve megismerkedni az intézménnyel. Itt, ha jól tudom, nem is csak egy klubról beszélünk, egy igen nagy tömegről, akik ide összejárnak, jól érzik magukat. Hányan vannak, milyen klubok, és tényleg mit szoktak itt csinálni? Több száz a teljes létszámunk, 4 klub van. Meghatározott a klub sajátossága. Van, amelyik klub szeret inkább kirándulni, van, amelyik dalolni, nótázni, versenyekre járni. Van, aki a bulikat szereti, úgymond, tehát, hogy nap minél több zenés program legyen. Igazából a saját programjukat mindig úgy alakítják, illetve úgy megszavazzák, hogy mit szeretnének végezni a mindennapokban, illetve az idős gondozó szolgálat biztosítja a plusz szolgáltatásokat, az egészségügyi méréseket, a mentális problémákban, ügyintézésekben, szociális segítségnyújtást is biztosítunk, tehát igazából igény szerint alakulnak a programok. Persze vannak állandó programok, amik minden egyes klubunkban rendszeresen megtartunk, illetve vannak olyan nagy közös programok, amiben minden klubból néhány csapat, vagy egy-két csapat delegálódik, és egy ilyen hatalmas nagy rendezvény, a városi rendezvény alakul ki belőle. Ugye ez a mai egy nyílt nap, gondolom, hogy szokott több ilyen is lenni. Milyen eredménnyel zárulnak ezek, és milyen gyakran kell egy ilyen nyílt napot megszervezni? Általában egy évben kétszer tartunk nyílt napot. Igazából elég szép számmal van a mi nappali intézményünkben klubtag, úgyhogy hatalmas nagy létszám nem szaporodik, de mindig van azért egy-két érdeklődő. Valamint hát vannak olyanok, akik nem ismerik még mindig az intézményünket, és akár nem csak a nappali ellátásról, de a többi szolgáltatásunkról is így ismeretanyagot kapnak. Van a klubok között átjárás? Van olyan, hogy valaki mondjuk átjelentkezik, vagy átjárkál másik rendezvényre? Igen, előfordul, bár nem jellemző. Általában, ha már meg kialakult csapat van, akkor ott megmaradnak az idősek. Persze van, előfordul, hogy elköltöznek, vagy egyik barátnő átcsábítja a másik barátnőt a klubba. Illetve az is előfordul, hogy beiratkoznak a klubba, és kiderül, hogy inkább ő egy kirándulós klubba szeretne, vagy inkább nótázni szeretne, és akkor másik klubba mennek. De igazából az jellemző, hogy megmarad valamelyik klubban mindenképpen. Mai sziasztánkba ennyi fért bele. A vidámságnak és a szórakozásnak, meg az aktív pillanatoknak azonban mindig van helye, így azt gondolom, jövő héten is lesz miről beszámolnunk, sőt, egy kicsit majd bohóckodunk is, de nem szeretnék mindent elárulni. Tartson velünk jövő héten is szerdán, ugyanitt a sziasztában.